Williams Televízió. Iskola csipegetőt tartottak az Andrássy Gyula Általános Iskolában. A jövendő első osztályosok és szüleik számos szórakoztató programon keresztül ismerkedhettek meg a pedagógusokkal és az osztálytermekkel. Mindenképpen egy gyermekközpontú és családcentrikus iskola vagyunk. Terveink között szerepel, hogy egy informatika, illetve egy testnevelés tagozatot indítanánk a 2018-19-es tanévtől. Ez áprilisig várhatóan kiderül az iskola választásig? Hát nagyon bízom benne, hogy igen, és akkor mindenképpen tájékoztatni tudjuk majd a szülőket. Meséljük még erről az iskoláról, ugye mindenki tudja, vagy legalábbis nagyon sokan, hogy két nagyon jó színjátszóköre is van többek között. Igen, nagy büszkeségünk valóban a sok évtizede működő színjátszó csoportunk. A kettőből az egyik egy részt fel is villantott Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című mesejátékából. A dolog érdekessége az volt, hogy a bábosok azok a felnőtt kollégáink voltak, és a gyerek egér közönségek volt a 4. C-osztály tanulói. Ugyanakkor feltűnt, hogy nagyon sok a férfi pedagógus az önök iskolájában. Ez egy külön kuriózum egyébként az intézménynek, hogy sok a férfi kollega. A múltkor pont volt egy előadó a továbbképzésükön, aki mondta, hogy a szokásos köszöntés a szép jó napot a hölgyeknek és kedves uram. De hát nálunk ez nem mondható el, hiszen elég sok férfi kollégánk van valóban. Mi történik ezen a napon? Hogyan ismerhetik meg a gyerekek és a szüleik ezt az iskolát? Bábjáték után volt először egy közös torna, két kolléganő vezényelte le a zenés játékos, kedves, megmozgató kis torna gyakorlatot, és utána pedig csoportokba verődtek a gyerekek, mindenki a nyakába egy piros, zöld vagy kék kis korongot kapott, ezáltal álltak össze a csoportok, azaz három csoport volt, az egyik maradt a testnevelésteremben egy ejtőernyős játékot játszani, a másik kézműves foglalkozáson vesz részt, a harmadik pedig népi játékokat és néptáncot tanul, és körforgásszerűen természetesen minden gyerek minden foglalkozáson részt vesz. Több változás is volt az elmúlt években ebben az iskolában, ugye önt, mint új igazgatót, de mint régi tanárt köszönthettük, itt a Vecsési Magazinban is beszámoltunk róla, amikor megtörtént az igazgatóváltás. Ugyanakkor kívülről is megszépült az iskola, a tornaudvar is megszépült az elmúlt évek folyamán. Nagyon sok a változás, de folyamatában vagyunk a változásoknak. A belső felújításokat folyamatosan végezzük, a játszótér felújítása már történik a napokban, illetve a nagyobbaknak egy játéktér kialakítását tervezünk. Ehhez bálosztunk, és volt egy jótékonysági bálunk február 10-én. Tehát akkor nem csak a tanulásra koncentrálnak, hanem a szünetekre is, hogy az is tartalmasan teljen. Mindenképpen, mert a tanulás mellé nagyon fontos tevékenység, hogy a gyerekek játszanak is, és játszhassanak is, és kikapcsolódhassanak, illetve egy másik fő programunk most a wifi lefedettség az intézményben, az meg a tanulásukhoz nélkülözhetetlen most már. Hozom! Bár! Hozd ide egy kis tüzet is! Tüzet! Hozom! Még!
De mondd csak, a talán meg van